Március 2-án a Majocsi sportpályán több százan mérték össze kolbásztöltő tudásukat. Fábián István ötlete alapján testvérével, Fábián Katával és sok segítővel szervezik immár a negyedik alkalommal az eseményt. Mi az, amit meg tudnánk fogalmazni a Majocsi Kolbásztöltő Fesztivál céljaként, vagy mondandójaként, mottójaként, ami rövid, tömör, frappáns, de mégis mindent tartalmaz, ami minket vezérel ennek a rendezvénynek a megszervezésekor. És az idei évre jutottunk el oda a negyedik alkalomra, hogy megszületett ez a mottónk, ami pedig az összetartozás mindenmentesen. És ez alatt pedig azt értjük, hogy mindenmentesen, mint országhatármentesen, mint faluhatármentesen, mint politikamentesen, mint bármilyen hovatartozásmentesen egyrészt, másfelől pedig gluténtej, szója és ízfokozó mentesen. Nem csak a kolbász íze, külleme és sütési módja alapján dől el, melyik a legjobb. A zsűri több szempont alapján pontoz, mint például a higiénia, a csapat egységes kinézete, asztaldíszítés, a tálalás minősége. Engem fölkért a Fábián István és a szervező csapata, hogy a zsűriének a tagja legyek. Hát ez azért van, mert nagyon szeretem a kolbászt. A tavalyi évben részt vettem a rendezvényükön, mint zsűri, és akkor ugye ez automatikusan értetődő volt, hogy akkor idén is fölkértek rá. A zombaiak is szép számmal képviselték magukat. A fogyasztónak kellemes legyen, utána többi az nem számít. Tehát eredmény nem lényeg, maga a versenyszellem, meg a barátság. A lengyel majosi tölttel ékek már a jövő évi szettjüket tervezik. Most úgy készültünk, hogy összeült a kis csapat, és 8 fajta mintád volt, és akkor ki mit gondolt, kisütöttük, megkóstoltuk, és akkor a 8-ból most 3-mal indulunk. Próbálkozunk a mexikói mintával, chilivel, angolosan, mindennel. Pálinkást is próbáltuk. Na meglátjuk, mi lesz a nyerő. A versenyre összesen 52 csapat nevezett, a környékről, az egész ország területéről és a határon túlról 8 külhoni magyar társaság. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az az erős kapcsolatrendszer, ami Bonyhádot jellemzi a határon túl is, az ezen a kolbásztöltőn is megjelenik. Én magam személyesen egyébként nagyon bánom, hogy nem ehetek semmit, ami itt készült, hiszen bőjtben nem eszem hús, de majd reméljük, hogy egy-két karika kolbász felfüstölnek, és utána majd megkóstolhatom húsvét után. A szervezőknek már a jövő évre is vannak ötleteik, és remélik, hogy újra ilyen nagy sikerrel szervezhetik meg a fesztivált.